Közelednek a választások, és úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy tiszta képpel járuljon majd az urnák elé. És a tiszta képhez hozzátartozik az is, hogy Pintér belügyminiszter úr január elején azt nyilatkozta, hogy a kiszivárogtatott öszödi beszéddel kapcsolatban részletesen nyilvánosságra lehet hozni a jelentésnek egy részét. Teljes mértékben nem lehet az, nyil, az nyomozásnak az anyagát nyilvánosságra hozni. Két oka van ennek. Az egyik oka az, hogy személyiségi jogokat sértenek akkor, hogyha minden részletet megtudhatunk. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy személyiségi jogai másoknak is vannak. Elsősorban azokra gondolok, akiket tisztázna. Az, hogyha ezek a jelentések végre napvilágra kerülnének. Aztán a másik része az volt, a, ami még talán elfogadható, hogy az a kollégájuk, aki a nyomozásban részt vett ez a titkos szolgálati munkatárs, a későbbiekben nem lehetne alkalmazható. Én azt mondom, hogy azért ennek az összedi beszédkisziválogtatásának a súlya, az azért egy kicsivel e, túlmutat azon, mint hogy egy titkos szolgálati munkatársnak éppen milyen beosztásban kell dolgoznia. A részinformációkat, amiket ő úgy gondol, hogy nyilvánosságra lehetne hozni, azok félrevezetnék az embereket, és nem mutatná be teljes egészében a folyamatokat. Hát kérem szépen ezzel kapcsolatban pedig azt szeretném üzeni belügyminiszter úrnak, hogy el tudjuk dönteni azt. Hogy, hogy elegek -e azok az információk, amiket rendelkezésünkre bocsát. Én írásbeli kérdéssel fordulok holnap belügyminiszter úrhoz, és ebben megkérdezem azt, hogy mi tartja még mindig vissza, főleg így a választások előtt, hogy mindannyian tiszta képet kapjunk az összödi beszéddel kapcsolatban. Mi azt szeretnénk a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppártnál, hogy ne legyenek következmény nélküliek az olyan tettek, mint például az összödi beszéd, mint az összödi beszédnek a kiszivárogtatása, és ne legyen következmény nélküli az sem, hogyha belügyminiszter, belügyminiszter úr azt mondja, hogy hogy tulajdonképpen nyilvánosságra lehetne hozni ezeket az információkat, akkor ez csak ne egy televíziós riportban elhangzott lózunk legyen, hanem legyen ennek következménye és álljon elénk.